És vissza is tértünk közben, megkezdődött a csapatok bemutatása, a Miskolc első sorban, ugye Várkonyi Ádámot emeltük ki, korábbi Ferencváros játékos, az utánpótlásunk erőssége volt, játszott az OB1-ben is, és most már a Miskolc erőssége. És jön a Ferencvárosé. Vágjunk is bele, bemutatták, hogy csapatokat. Igen. Több új játékosunk is van, akik ugye... Egy-két fiatalról mondanék egy-két szót. Az is jó, természetesen, nézzük meg. Ugye, például a Haverkampf Bencuki hetese játszik, az Németországból tért haza Magyarországra. A családja ott, vagy az édesapja ott dolgozott, és onnan jöttek most haza. És egy nagyon tehetséges fiatalemberről beszélünk, aki a korosztályos váltottjában is tag és játszik. Aztán... Mindenképpen megemlítem a hatosban Lugosi Csongor nevű fiút, aki egy igen jó fizikai adottságokkal megállott, öt egerből igazoltuk. Ő is nagy tehetsége a Vizadmának, és nagyon remélem, hogy a szorgalmával és munkájával be is fogja váltani azt a hogy is mondjam, lehetőséget, amit látunk benne. Ők a két legfiatalabb, mert a Varga testvérek azok már lehet mondani, hogy rutinosan játszanak az OB1-ben. Rutinos OB1-es játékosok. A kisebbik Varga testvér az együtt játszik velük az IFI-ben, tehát ősegi idősebb, de ők már az ikertornyok, ahogy lehet őket nevezni, ott jönnek egymás mellett, a tévénézőknek mondom, ha látják, ott jönnek egymás mögött, hát hogy is mondjam, csak igen, csak felnőtt mérettel vannak megáldva a Magyar Kupa elődöntő, és a papírforma szerint... Az FTC Vasas győztesére az OSC Honvéd meccsből az OSC fog várni, bár én annyi elfogultságot hadd jelentsek be, nagyon azon a mérkőzésen nagyon fog szurkolni a Honvédnak, hiszen azért unokaöcsém ott játszik, a Balázs, aki igen, Balázs hosszú éveket töltött el a tagja volt a tavalyi Magyar Kupa győztes és bajnok csapatnak így van, is. És ott van kölcsön, hogy ott ugye több játék lehetőséghez tud jutni, és ahogy eddig láttam én is vele, de most nem róla akarok beszélni, csak azt mondom, hogy ott azon a meccsen a Honvédnak szurkolok, de a papírforma talán az OSC-t. Tehát ott az OSC várja majd az ellenfelét feltehetőleg. Remélem minket. Na, az új játékosaink közül Vadovics Viktor úszik a labdáért. Nézzük az első ráúszást a mérkőzésen. Hazai pálya. Igen, azt hiszem Gyász... Megemlékezés, igen. Csapó Gábor Dudira majd, aki volt a Ferencváros vezetőedzője is. Megmondom őszinte, annyi személyes történetet hagyd tegyek hozzá, hogy egy Csapó Gábor a világ egyik legjobb vizadbázolja volt, amikor aktív volt. Fantasztikus játékos volt, és egy fantasztikus ember volt. Azt gondolom, hogy egy olyan egyéniséget vesztett el a magyar sport, és a közélet is, amely nem hiszem, hogy könnyen pótolható lesz, ha valaha is pótolható lesz. Fantasztikus ember volt, fantasztikus történetekkel, és nagyon nagy büszkeség, hogy az ember ismerte személyesen, és... innen is részvettünket
biztosítjuk, részünk biztosítjuk emlékét örökké megőrizzük. És nagy, abszolút. Ugye, közben egy kapufa, bocsánat, hogy igen, persze, közben szólok. Csak Dudi egy olyan ember volt, hogy a személyiség, aki mellett nem lehet szó nélkül elmenni, és az ember nagyon sajnálja, hogy elment. Lehet, reméljük az égi játszótársak között fantasztikus meccseket hívnak majd. De mi jöhetünk szabad dobással. Merkulov, nagy jó távol itt. Igen, hát akkor hamarabb kellett volna szólnod. Igen, bocsánat, én kérek elnézést. Hamarabb kellett volna rendelned ezt a lövést. Merkulov végvári labdáját végül. Szép kapáslövés volt. Szép kapáslövés volt, szép találat. 1-0. Kicsit kellett már a gól. Eltelt 2 és 3 és fél perc. Igen, az első 3 lehetőségünkkel nem éltünk. Viszont hátul nem kaptunk gólt, ez mindenképpen pozitív. Az egyelőre nagyon jó. Hisz egyébként Bressában sem az ott a baj. És jó, hogy kiszakonja a kapujából, hosszú volt a labda. Bressában 8 gólt kapni egy BL meccsen, az nem sok. Az... És hát azért egy top csapattól, mint a Bressa, az nem rossz, csak kevesebb lett. Nézzük a fiatal Vargát. De nézzünk egy fiatal Vargát, 10-es sapkában. Helyes. Jó az a 10-es sapka a Vargáknak, szeretjük. Igen, a magyar vízlabda amúgy is, hogy is mondjam, ontja magába a Vargákat, hogy így mondjam. Igen, ez Vince, Varga testvére közül, Varga Vince, ugye van a Bence a testvére, ő Vince. Őt majd a 2-es sapkában lehet egyébként látni. Csúnyát. És Vince pedig a 10-esben. Biztosan szoktuk mondogatni, hogy ugye az edzőnk Varga Zsolt is, ugye Varga és olimpiai bajnok, akkor Varga Tamás, Varga Dániel, Varga Dénes. Tehát nem akarok senki Vargát kihagyni, de... Varga név az jó, mert a vizet. Napol Zoltán, hát, ellövi bele. Zolik azt le kéne lőni, igen. Hát ez elég bátortalan dolog volt Zolitól, azt kell, hogy mondjam. Bigvári, Paul. Úgy van. Főleg ilyen lövéssel rendelkezik a Zoli. Az előbbi szituáció sokkal könnyebb volt. Ha nehezebb utat választjuk és gól, nekem az is teljesen jó. Úgyhogy akkor... Nem látjuk a mérkőzés vezetünk. Állását. Igen, a kivetítőnk az most... Hát néma marad. De jól számoltam akkor. És egyébként a bal felső sarokban látják a nézők jó, az eredményt. Rendben van. Bocsánat, én nem látom ugye a igen, igen. Jött. Gyorsan akkor ezt jó. Azért jelzem, hogy 2-0. Helyes, hogy nem, az a lényeg, hogy a nézők lássák. Igen. Mi azért tudunk számolni, még kettőig még el tudunk számolni. Reméljük, hogy majd kell sokat. 3 főleg. 3-0? 3, igen. Na, hát akkor viszont nem tudunk elszámolni, látod? Na, hát akkor önmagunkat cáfoltuk meg nagyon gyorsan. Mozgalmas első negyed, így másfél perccel a vége előtt. 3-0-ra vezet a Ferencváros, magabiztosan. De azért vannak apróbb megingások, hibák, de hát fiatal ez betudható annak, hogy... Nagyon szép ember előnyt harcolt ki centerből. És ad végül is Merkulovnak egy gólpaszt így. Bizony. Ezt kellett volna Zolinak is csinálni az előbb. Beengedték Merkulovot szinte blokk nélkül, 5 méterre. Egy erőteljes lóba és a rövid felső. Merkulov 2 gólos ebben, ha ezt lemelem, jó számoltuk legalább. Nagyon jól állunk. 4-0, 2 Merkulov góllal. Lugosi. Nem, az Haverkamp. Bocsánat. 7-es igen, a 6-osban játszik Lugosi, Haverkamp, és egy nagyon-nagyon szép varga gól. Egyik ifista, a másik ifistának is gól. Igen. Igen, ezt elszúrta a Miskolc 7-es játékosa. Annyira belefeledkezett a kapás odai passzogatásba, hogy egy keresztpassz után a blokk nem jött föl, és a kapus nem tudott átérni, és így elhelyeztünk egy szép gólt. De nem lehet odaadni a labdát, mert egymást fogták, hogy így mondjam. Vigvár végül is ebből a szempontból a legjobb verziót választotta. Jó. Gól. És a harmadik helyzetéből... Jó van, most már Stélius bedobja a harmadik helyzetét. Így van. Szépen indult be. Na végülis mind a két lövésen a centiket tévedett, csak azért jó lett volna az a... Az is gól, de így is megvan, 6-1. Jól kezdjük ezt a negyedet is.
8, igen, 10. Most is nagyon... Nagyon messze állunk. Vagyunk. Oj, de nagy gól! Na. Nagyon nagy gól. Argyropoulos. Hát az ő keze ilyen egyébként. Igen. Sajnos a görög válogatottban sokszor mutatta meg ellenünk. Aki ismer, emlékszik arra a magyar mérkőzésre. A tokiói olimpiai elődöntő 4 gólt lőtt nekünk. Igen. Tehát, hogy is mondjam, ott nem szerettük. Amely nincs itthon, és nemzetközi mezőnyben is kevés. Lehet az az univerzális játékos, hogy centerezik, bekkel, átlő, tehát hogy ő lehet az, aki a különbséget jelenti majd. Na, Végvári, legyen gól! Helyes. Megvártam, mert közben volt egy fórunk, német Toniról állították ki a miskolci játékost, és végül is a labdajáratás után Végvári. Mondtam, hogy 8-2-nek kéne lenni? A fiúk ilyen rendesek, hogy 8-2. 8-2? Én most az eredményt azt... Vagy megtippeljük, hogy kilövi, és akkor az eredményt egyszer nem találtuk el. De azóta viszont... Figyelünk. Lottózót nyithatna a Molnár Nyíri páros, de hát... Menjünk be, legyünk bátrak, és ha engednek, akkor... Haverkamp úszott volna be. Német. Így van, ez egy 5 méteres. Ez most jól csinálta Német. Hát megszelidítette a labdát, befordult, és... Hát igen, egy fiatal játékossal, hogy is mondjam, nem illik az emberek testsúlyáról beszélni, de volt vagy egy olyan 30 kiló biztos van a különbségi ránézésre, de 20-25, ez 100%. Ezért, hogy is mondjam, Német Tolinak a labban megérkezése után már fordult is Végvári gól. Már fordult is a ringispil. És Wendel maga biztosan használta ki. Na, hogyha az elmúlt 3 lövésünk az gól, így viszont 9-2. Ugye azt mondtuk, hogy lehet-e 10-2 is. Lesz is. Ha így haladunk, akkor lesz is. És a fiúk ezt nagyon helyesen, most már álljuk el, hogy hallják, amit mondunk a vízben. A visszatérhetőve persze nem. Nagy Ádám, Haverkamp, ellövi-e. Madavics, Merkulov, ő el. Merkulov. Egyszerű természetességgel újabb átlövés gól. Ezt szoktuk meg tőle végül is. És ami érdekes a Miskolcnál, hogy visszacserélték az úgy látom, hogy akkor a ezek szerint negyedeket védenek a kapusok, úgyhogy 1-2-1-3 és 2-4 negyedeket védenek. Mert most az a kapus véd, aki az első negyedet védte. Az első negyedet védte, úgyhogy... Kíváncsi vagyok, majd várom, hogy visszacserélik a negyedikre. Igen, az a utolsó negyedre. És Jansik ott áll teljesen zicserben. Leteszi a szélre, és szépen megvan. Önzetlen volt. Badovics gólja is a szélről. És most már 80 közte, 11-3. Ugye a magabiztos győzelmünkhöz nem férhet kétség, ez azért most az első negyed után. Teljes sorcsere van. Teljes sorcsere, kicsit ilyen jégkorongos beütés. Nálunk csak is. Csak kicsi... Előföl, akkor nálunk is. Abszolút, igen. Két támadásunk mentes itt. Kapott is egyet. Igen, milyen kis alapra. Igen. Pont abban a pillanatban néztem oda, amikor Wendel összehúzta szemöldökét. Kapott egy orrost, hogy így mondjam. Könnyékkel. Pol meg egy nagy labdát Végváritól. Hát ezt be kéne lőni, jó? Még esetleg, ha visszahúzza és utána pattintja a kapufára, az még úgy belefért volna. De megoldott a Pol Zoltán. Úgyhogy 12-4-8 közte, és beléptünk a negyed utolsó percébe. Madovics. Üresen találja Argyropoulost, vissza Jansiknak. Ott a faj, de nagy játék, a meccs legszebb gólja. Így van, nagyon szépen, türelmesen kijátszottuk, és Nagy Ádám maga biztosan fejezte be Madovics passzából. Ez volt talán a legtaktikusabban és a legjobban kijátszott emberünk. Abszolút, végig körbe ment a labda, és aztán jött a remek center, és itt a gól. Például Kemény Dénes, aki nagyon nagy kapuscserélő volt, ugye olimpiai elődöntőkben kétszer, és soha nem negyedkor cserélt, hanem negyed közben. Hogy ez most annak a... Mégis csak Varga Zsolt vele nyert olimpiát. Vagy bejátszás közben, bocsánat. Szép volt, Vadovics szép gólt lőtt a német Toni Vadovics passzából.
Lőtt passz volt, ez tipikus, ez a beleteszem a kezem és gól. De azért szépen megszelidítette Tony a labdát és bevágtak. Így van. Amit ugye az előbb mondta, egy kicsit slendrián módon oldotta meg, ezt most azért... Ezt le a kalappal, ezt szépen kőkeményen elvált az emberétől, és ellentmondást nem tő. Így kell. Nőj neki, aki küzd a válogatottba való bekerülésért. Nem egyszerű egy olyan válogatott, ami tele van jó centerekkel. Ugye ő mindig a válogatottnak a... ahogy is mondjam, a hol benn van, hol kint van embere. Igen, a peremén volt, igen. Ő neki minden egyes helyzetet nagyon komolyan kell vennie, mert ugye Varga Zsolt személye megy, mert a szövetség kapitány is figyeli, hogy így mondjam, tehát... Igen, ez a... Tehát ha ő nem elégedett vele, az nem jó. Jó, a közben ütés Jansiktól, lesz-e megúszás? Jansik Szilárd fantasztikus ütemben szerelte le az egyébként jól játszó centert. Van megúszás, igen, mert két miskolci játékos. Ő maga. Nem marad, igen, ő maga, Jansik. Ha még nem lőtt gólt, lőjön egyet, lő szép egyet. Pont, ez az ő, egyébként ez szinte már a védjegye, ez a backből megindulok. Fantasztikus fizikummal rendelkezik a Sisi. Backből megindulok, fölérek, ott hagynak, 3-4-5 méteren lóbálok, 2 nagyot és ellentmondást nem tűrön. Na így kell, ez a nem trágy végrehajtás, azt kell, hogy mondjam. Most ebből látunk bőven 15-5-10 közte. Nagy Ádám visszavargának. 10-en belül vagyunk, nagy. Jó! A fiatal Vargának egyébként legendásan ágyú van a kezébe szerelve. Tehát Bencének az köztudott róla, hogy ha őt engedik lőni, akkor ez neki ez a fajta erősség, amit ő most itt ellőtt, ez neki egy, hát láttad, rossz kézről, lóba nélkül, szinte nyakig a vízbe lőtt egy akkorát. Hatalmas gól volt. Amit egy felnőtt mezőnyben is emberes. Így van. Fiatal centerünkről, Lugosiról tudtunk kiállítást szerezni. Ez mindenképpen dicséretes. Míg várik. Reméljük, hogy a befejezés is olyan jó lesz. De nagy játék, de szép lenne a gól is, igen. Szép. Jaj, de jó volt. De 7-es, 6-os. Tényleg ez. A két srác együtt nincs 40 éves, sőt, talán még a 35 sincs meg. Most is fejből, de annyi van talán. Két 16 éves fiú, 16 és 17 év között. Akkor engem velem pont kiegyenlítettek, úgyhogy ez így teljesen jó, én aláírom így. Jó. Úgyhogy. Nagyon szép játékot láthatunk. És higgadtan előtte a hosszúba. Lesz-e centerezés, vagy rálövi? Nagy védés Maravcsiktól. Ő volt a lövés, de rövid fölsőt védte a kapus. Ugye a kötelezőt védte a kapus. Az a mondás, rövidben elője be, kész. Ezt ő hozta. Hogy Ádám fordul le, de nagy gól! Szép volt Ádám. Ő is, azt kell mondanom, hogy Merkulov, Nagy Ádám, Vigvári, szerintem a kapusok, tehát a Szakonyi is mindenképpen ők kiemelkedőbben játszottak. Többiek Pozol is jól játszott, és a Jansik rosszul, meg a Tonya sem, csak olyan, hogy is mondjam, epizód szerep jutott nekik ma, nem keveset játszottak, mert hogy is mondjam, nem volt szükség arra, hogy ők sokat legyenek a vízbe. Szerintem a fiatalok szinte többet voltak vízben, mint ők. FTC Telekom Miskolc 18-7 a férfi bajnokság 6. fordulójában. Kameránk előtt Varga Bence, a Fradi játékosa, aki sokat is volt vízben, be is talált. Hogyan láttad ezt a mérkőzést belülről? Milyen volt neked ez az élmény ma? Először is szeretném gratulálni a Miskolcnak. Úgy gondolom, egész ügyesen játszottak, és a meccs minden percében hajtottak. Én úgy láttam, hogy sikerült jól kezdenünk, és az elején sikerült egy olyan különbséget kialakítani, amit tovább tudtunk vinni a meccs végéig, és a vége felé meg kinyílt az oldó. Jobban bírtuk a végén, és így sikerült nyernünk. Volt esetleg a meccs előtt neked valamilyen egyéni célod, amit szerettél volna megvalósítani ezen a mai meccsen? Esetleg volt olyan kérdés Varga Zsoltól, ami neked külön szólt, hogy ezen a meccsen arra külön oda kell figyelned? Igen, volt. Gyakorolunk már hetek óta egy támadást, és ebbe a támadásba nekem kell beindulni, és ezt kérte Zsoltba is. Úgy gondolom, hogy voltak hiányosságok persze ebben a
taktikai részbe, de többé-kevésbé sikerült, ha nem is nekem, de másnak megvalósítani ezt. Rendben, gratulálunk a sikerhez, köszönjük szépen további jó készülést, szevasz! FTC Telekom Miskolc 18-7, a férfi bajnokság 6. fordulójában. Varga Zsolt, az FTC Telekom edzője a kameránk előtt, köszöntelek. Azt kaptad ettől a mérkőzéstől, amire számítottál, valamire vártál? Először szeretnék gratulálni barátomnak, Laci bácsinak, ugye mi régen együtt játszottunk még a BVSC-ben, úgyhogy nagyon régről is jól ismerjük egymást, mindig öröm találkozni egy régi baráttal. Ezen a mérkőzésen úgy összességében igen, azt kaptam, amit szerettem volna, végig tudtuk játszani azt a szoros emberfogást, amit úgy gondoltam, hogy az elén elkezdünk, és attól függően, hogy a Miskolc hogy reagál rá, vagy változtatunk rajta, vagy folytatjuk. Végül is egész jól végig tudtuk játszani a mérkőzést ezzel a szorossal, a visszalépésekkel. A fiatalok sokat tudtak játszani, úgyhogy összességében, sőt volt ugye, aki gólt is tudott lőni, összességében igen, mindenféleképpen fontos, hogy egy ilyen mérkőzés után, mint amilyen a Brescia volt, hogy el tudjunk kezdeni a legegyszerűbb módon, de betartva azokat a szabályokat, amiket leteszünk, játszani és építkezni. Rendben, több utánpótláskorú játékos is szerepet kapott a mai keretben, említetted, hogy többen is vízben voltak. Összességében az ő teljesítményük, illetve az ő fejlődésükkel most, ha teljes évet nézzük, hogy látod ez a mai meccs, ez most mit adott neked? Ugye itt szét kell választani, mert több fiatal korosztály van, aki játszott a mai mérkőzésen, illetve akik általában játszanak a mérkőzésen, vannak, akik még utánpótláskorúak. Az ő fejlődésük is nagyon különböző, és nagyon különböző részeiben a játékban tudnak hozzátenni, vagy jól játszani. Van, ahol vannak hiányosságai, nyilván erre mindig felhívom a figyelmét, hogy az utánpótlás edzőknek, és átbeszéljük ugye a Sünivel, hogy kinek mit kell dolgozni, és hogy fejlődjenek. Én látom az ő fejlődésüket is, egyébként hétről, inkább hónapra, mert azért hétről hétre nehezebb. Ugye mi játékosaink is nagyon, tehát aki már a felnőtt játékos ilyen értelemben, akik stabil felnőtt játékosok, ott is nagyon különbözőek a fejlődési állapotok, stádiumok. Ugye van, aki most jött ki tényleg egy nagyobb fizikai felépítésből, egy testépítésből, így lehet mondani. Annak nyilván, annak még az nehézségei vannak, könnyebben savasodik, azért nehezebb úgy azt a ritmus megtalálni, azt a gyorsaságot. De ennek is megvannak a maga fázisai, ütemei, ritmusai. Úgy gondolom, hogy szépen haladunk azokkal a játékosokkal is. Úgyhogy igen, tehát ez egy jó átvezető, illetve olyan mérkőzés volt, ami kell ahhoz, hogy el tudjunk indulni, és hát ugye a jövő hétvégén élethalál mérkőzéseink vannak. Úgyhogy ez egy jó olyan mérkőzés volt, ahol tudtunk újra önbizalmat, és illetve a védekezést úgy tudtuk stabilizálni, hogy tényleg jól tudja működni 4-4-en keresztül. Varga Zsolt, köszönjük szépen, gratulálunk és további sikereket!